Üdvözlöm a nézőket! Ez az Utca Embere a Klasszis YouTube csatornáján. TV Vita. Most jön, ami még nem volt. Nevezetesen csütörtökön este a hátam mögött levő épületben, vagyis a Várkert Bazárban 11 európai parlamenti képviselőjelölt a köztelevízió kamerája előtt fog élő egyenes adásban vitázni. A járókelőket most erről alkotott véleményükről kérdezzük. Hallott-e arról, hogy csütörtökön televíziós vita lesz az európai? Igen. Követni is fogja a vitát? Feltétlenül. Fontosnak tartja? Igen. Nem hallottam. Érdekelni egyébként egy ilyen vita? Nem nagyon. Igen. Fogja nézni az adást? Az nem biztos. Hány órakor lesz? És mit jelent a köztévé? Az M1? Igen. Nem tudom, majd meglátom. Nem. Igen. És követni is fogja a vitát? Hát nem biztos, attól függ, hogy mi a programom. Hallottunk, igen. Igen. És követni is fogják a vitát? Hát nyilván, amennyiben megvalósul, akkor nyilván kíváncsiak vagyunk rá. Fontosnak tartják, vagy ez egy fölösleges időpazarlás? Szerintem fölösleges, de ha már van, akkor megnézzük, hogy... Hát én fontosnak tartanám, hogyha valóban lényeget érintő kérdésekről lenne szó, és valóban vita lenne, nem csak egy ilyen... monológ, igen, vagy... Az egyértelmű, hogy szükség van, persze. Fontosnak tartja? Igen. Miért tartja fontosnak? Mégiscsak rólunk szól. Ön szerint kötelessége a politikusoknak ilyen részt venni? Kötelessége, igen. Mert én, mint választó, nekem tudni kell az ő álláspontjukat az országgal kapcsolatosan, és személyemmel kapcsolatosan, a társadalommal kapcsolatosan. Igen. Azért politikus, hogy vállaljon egy vitát akkor is, hogyha esetleg kisebbségben lesz. Hát végül is van már annyi módszer van, és én nekem is az a véleményem, ami sokaknak van, hogy ugye már elkötelezett emberek vannak, onnan nagyon nehéz kiszakítani. Na most az elkötelezett emberek, azok megkapják a elkötelezettség irányokból a üzeneteket, tehát nem nagyon muszáj neki ezen részt vennie. Ha valóban érdemi vita lesz, akkor szerintem mindenféleképpen ott kell lennie, de tartok tőle, hogy a jelenlegi feltételeknél ez nem fog megvalósulni. Kutya kötelessége lenne elmenni, de nem, én se látom azt, hogy lenne érdemi része ennek a dolognak. Szerintem csak sárdobálás lesz, meg egymás pocskondiázása, mert mostanában ebben erről ki a politika, úgyhogy... Jó lenne, hogyha a parlamenti választások előtt is lenne ilyen? Igen, jó lenne, igen. Ez nem sose gondolkodtam. Hát van, a vita. Nem gondolkoztam rajta, nem tudom. Hát nézze, ha van értelme, akkor szükség volna rá egyébként, de ott is ugyanez a helyzet. Én úgy látom. Igen, szükség lenne rá. Hát majd meglátjuk, hogy... Ez a vita hogy alakul, hogy valóban vita lesz-e, és hogy fog-e változni a feltétel 2026-ra vagy sem, hogyha nem változik. Bár még nem láttuk a vitát, úgyhogy majd utólag mondjuk el, hogy egy ilyen vitát érdemes-e majd 26-ban lefolytatni vagy sem. Íme tehát a járókelők véleménye, melyek közt bizonyára megtalálta ön is azt, amelyikkel egyetért, és azt is, amelyiktől tökéletesen elhatárolódik. Ha önnek is van véleménye, akkor iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornájára, és írja meg kommentben. Köszönjük a figyelmét! Ön az utca emberét látta a Klasszis csatornán.